Jó estét kívánunk mindenkinek, szerda este, illetve késő délután van, kellemes kávéillag terjeng a szerkesztőségben, amely stúdió és konyha egyben. Itt közben Dr. Kind igen törékeny szülőjét látjuk, ahogy készüléket fotóz velünk szemben. Mi pedig itt ülünk, és azért ülünk itt, mert szeretném bemutatni valami olyat, amit mi is ritkán látunk. Igen, hát ez egy teljesen új, hát most nálunk új készülék. Ez a Sharpnak az Aquos SH12C gyönyörű megnevezésére vagy elnevezésére hallgató készüléke, amelynek a legnagyobb különlegessége az, hogy 3D-s kijelzővel operál. Ugye hát ez magában nem egy hatalmas újdonság, ugyanis már az LG Optimus 3D-nél, illetve a HTC Evo 3D-nél is láthattunk ilyet. Habár az LG-nél az a nagy különbség adódik, hogy ott csak egy 800x400-as felbontású kijelző jelenik meg ez a 3D-s kép, viszont itt pedig már egy QHD felbontásról beszélhetünk, ugye 540x960, és hát ez is a NEC, illetve a másik a Blue 2-ssel érkezett hozzánk, ugyanúgy csak egyenlőre csak Japánban kapható készülék, tehát mindenképpen érdekesnek mondható, ugye szintén rendelkezik egy antennával, valamilyen DVB-T szabványt követ, vagyis földi adásoknak a fogására szolgál. De ez nem működik itt, ezt most kipróbáltam, egyszerűen nem talált csatornát, pedig hát ugye mindig tévét elvileg kéne fogjuk itthon is, mert az DVB-T. Ez úgy látszik, hogy Japánban valószínűleg nagyobb sikerre számíthat, itthon ez nem jött össze, de a gyári beállítások is olyan területi kérdéseket tesznek fel, amely területeket én még mesékben sem olvastam, tehát ilyen egészen furcsa nevű, számomra furcsa nevű dolgok. Nyilván aki Japánban otthon van, az vagy jobban ismeri japán földrajzát, hogy neki ezek mondanak valamit, nekünk semmit nem mondtak, úgyhogy kiválasztottam azt, hogy nem definiálom a területet, és így sem sikerült találni vételt. Na de hát, amit Zsolt mondott, tényleg az a lényeg, hogy ugye három darab ilyen extra készülék jutott hozzánk, és ez a harmadik, amit ha nem is adásban, de valamilyen formában újra nem bemutatunk. Ugye a Blue-t bemutattuk adásba, EAO. Az NDC-ről ugye kikerült egy teszt tegnapi nap folyamán. Ez pedig egy Sharp modell, bár az van ráírva, hogy NTT Docomo, ugye Japánban nagyon erős a szolgáltatói brand. És egy nagyon kártyafüggetlen piac nagyon nem is létezik, vagy hát legalábbis a kártyafüggetlenre szánt telefonok nagy része az olyan szolgáltatónál más nevet kap, de mi tudjuk, hogy az egy Sharp készülék. Igen. Hát ugye a Sharp az nem, eddig nem a telefonkészülékek piacán mozgódott a legjobban, hanem inkább a kijelzőgyártás, amiben utóbbi időben... Hát azért mondjuk el, hogy Magyarországon azért vannak Sharp hagyományok. Hát persze a GX-széria például. A GX 10-20-30, 15-25. Igen, azok azért ezek mind azok voltak. Az ember így epekedve várt, hogy megjelenjen, és utána amikor kiadták, akkor hát mindent odavert. Hát a GX20-asnak az első QVG kijelzős telefonnak, a GX20-asnak a kijelzőjére, akkor arra azt mondtuk, hogy annál jól nem kellett telefonba. Ez persze azóta megdőlt, de akkor ez volt a véleményünk. És hát igazából szép emlékek fűzik szerintem a hazai felhasználókat a Sharphoz legalábbis. Nekem a húgomnak volt Sharpja, a GX25-ös volt neki, és hát nagyon-nagyon szerette addig, amíg valami kijelző baja lett aztán sok év után, és akkor kellett cserélni, de odáig hibátlanul tette a dolgát a kis hűr. Úgyhogy aztán kimaradtunk elég sokból, TM100-as Sharpot is csak elvitve láttunk, hogy ez a T-Mobile-nál lehetett kapni annak idején, és aztán eltűnt a Sharp a hazai kínálatból. Ennek leginkább az az oka, hogy amik itt voltak Sharpok, azok is úgy voltak itt, hogy nem a Sharpnak volt egy magyarországi mobilos központja, hanem mondjuk leginkább a Vodafone-nak a európai központján keresztül jutottak el a magyar piacra és a Sharp készülékek, hiszen ezek mind live telefonok voltak, ilyen brandelt cuccok, csak tudtuk róla, hogy Sharp. Úgyhogy most örömmel vettünk kézbe egy újabb Sharpot, amit szerintem átkapcsoljuk a kamerát és meg is mutatjuk, hogy néz ki valójában. De a klasszikus kérdésünk elmaradt, hogy a kép és a hangrendben van, lehet, hogy most így dumálunk a semmibe. Azt mondja, hogy kép, hang, oké, mindenkinek tetszik minden, a hardvert mindjárt elmondjuk, és pillanat türelmet kérünk, és már mutatjuk is, de előbb kamerát kapcsolunk. No, nem két telefont láttok az asztalon, tehát ne tévesszem meg benneteket, azért van ez a két dolog, mert ez ehhez tartozik, ugyanis ebbe így ezt bele lehet tenni, most nem fogjuk beleerőltetni, de igazából ez egy nagyon kemény műanyag burkolat, vagy fed, hátfed lap, nem is tudom, hogy nevezzem. Egy tok, de hát így nagyon a telefonra van szabva, ez látszik. És ugye azt mondta Zsolt, hogy ez... Több színben is kapható, tehát van lila, szürke, fehér,
és talán a fekete, ugye, mint ami itt most van, talán. Fekete színben, ugye hát ezzel kicsit színesítetjük az alapszínvariánsokat, mivel csak két árnyalatban fekete és fehér színben kapható eredetileg ez a telefon. Igen, de ugye a japánokat ismerve ez nem meglepő, hogy itt ilyen színes dolgok vannak. Ugye ez a távol-keleti ázsiai, hát úgy mondjam, kultúrából fakad, hogy ők szeretik ezeket a színes dolgokat, és igazából, amikor én Tájvanon voltam, ami hát azért valamennyire rokon kategória, akkor is azt figyeltem meg, hogy ha jön szembe egy csaj, aki úgy látszólag teljesen normális, és fel van öltözve úgy, mint egy lány, szoknya van rajta, cipő, blúz, és standarden kinéz, az tuti elővesz egy macis telefont a zsebéből, vagy egy Hello Kitty is valamit, vagy maci alakú hátizsákja van, tehát valami cute-nak kell rajta lenni, valami édibédinek, és ebben ott nagyon mennek ezek a színes dolgok, ellentétben ugye Magyarországon, ahol a szolgáltatók kizárólag fekete színű termékeket hajnálok felvennek a kínálatba, illetve mostanában talán a fehéret is. Szóval, hogy nem csoda, hogy ebből ennyi van. Na, beszéljünk a hardware-ról, még a külsőről, hogy egy kicsit a olvasói igényeket kielégítsük. Igen, hát a hardware az ugye ez egy egymagos 1,4 GHz-es skálázott MSM8255T modellű chipset, hát ugye ehhez még egy Adreno 205-ös tartozik, ami a grafikus feladatok ellátásáért felel, valamint hát egy kicsikét szerénynek mondható immáron az 512 MB RAM, ami hát igazából annyira nem érződik meg a rendszer sebességén, tehát hiába van benne az 512 MB, valahogy úgy érezzük, hogy egész folyamatos. Igen, az operációs rendszer az még a régi érából maradt itt, egy 2.3.3-as Gingerbread-et köszönhetünk a készüléken, de saját felhasználói felületet írtak hozzá. Most ezt nem tudom, hogy a dokumósok vagy a sárposok csinálták, vagy közreműködtek egymáshoz, és átjártak, és éjszakákon keresztül felhasználói felületet csináltak. De a lényeg az, hogy egy saját UI van rajta. De ugye ami a legfontosabb dolog, és én meg is forgatnám egy pillanatra a telefont, hogy mint az összes ilyen 3D-s kütyűn, ezen is azt látjátok, hogy kettő darab kamera optika van hátul. Igen, ezek ugye egyenként 8 megapixeles kamerák, fényképek lövésére képesek, és videók tekintetében pedig mind a 3D-s, mind pedig a 2D-s videók esetében 720p, vagyis HD felbontás engedélyeze, méghozzá, ha jól tudom, 30 fps sebességgel, illetve hát egy kis ledes. Kis ledes vaku van hozzá, ez kicsit egyébként, ha itt letakarom, ez simán egy Walkman-nek elmenne így a képen. Tehát, hogy a keresni vagy hol kell betenni, de hogy ez az üzenetrögzítő kazetta, az neked meg volt? Az ilyen régi nagy telefonokba, meg ilyen faxal kombinált telefonba. És mennyire vágytunk arra, hogy üzenetrögzítés telefon. Hát az 30 perc felett rá egy oldalra, nagyon királyság volt. Na, szemből, hogyha megnézzük, akkor azt látjuk, hogy egy menü, egy home és egy visszagomb van. Ez most megint egy kicsit elment a fókusz, de visszajött. És hát ami érdekes, és ez te hívtad fel a figyelmemet, hogy oldalt itt összesen 4 gomb van, ugye igen. Kettőt ebből levisz a hangerőszabályzó. Van egy kívül pedig van egy kameragomb, tehát hardware-es kameragomb. Ez a kameragomb, ez a nagy darab. Két állású, tehát van egy fókuszállás, illetve egy képlövőállás, illetve ott egy kereső. Igen, a kereső gomb az ide került. Ez szerintem nagyon sokszor azt eredményez, az ember fotózás közben keres egyet. Igen, bárkeresi. Bár ugye igyekeztek itt egyedi formájú gombot csinálni a kamerának, hát de ugyanaz a hangerő az igen, a hangerő is lehet. Található, hogy azt hiszem az ember, hogy lefele hallgatja. Na, és akkor amit már mutattunk, de azért, hogy itt van az antenna, ezen a felső részen, ami így kihúzható ekkorába. Így talán jól is látszik, és ezt vissza lehet ide pattintani. A másik oldal az egy bekapcsoló és kijelző lezáró feloldó billentyűvel gazdagodik csupán. Alul hangszóró van, itt van az USB ajtó. Ugye mögött van standard gondolom, micro USB. Ja, kise nyitom. És fölül pedig jack csatlakozót látok, és itt megy be a HDMI. Itt megy ki a HDMI. Itt megy ki a HDMI, szóval mini HDMI, ha jól látom. Igen. Mini HDMI. Kijárat van rajta. Úgyhogy ez tudja a burkolat, és most én szerintem átadom egy picit a szót, és közben lekapcsolom a villanyt, hogy kapcsoljuk be, és lássuk, hogy milyen a menü. Igen, még annyit azért fontos elmondani, hogy a hátlap az leszedhető. Igen, és van alatta akkumulátor. És van alatta akkumulátor, illetve mikor az akkumulátor kivételen nélkül hozzáférhetünk a normál színfoglalathoz. Nem, az akkumulátor ki kell venni a normál színfoglalathoz, viszont a microSD bővíthetőséghez már ez nem szükséges, tehát azt így közben is tudjuk cserélni, hogyha szeretnénk, és maximum 32 GB-os kártyát képes kezelni.
Na most itt láttunk egy kérdést közben, hogy NFC van-e benne. Ennyire még nem sikerült a menübe belebonyolódni, de én szerintem... Szerintem sincs, de majd meglátjuk. De majd mindjárt most akkor közösen lekapcsolgatom, és akkor látjátok a képernyőt. Igen. Ugye a legjobb poén rögtön az elején, hogy a feloldást, ténylegesen a kulcsot be kell vinni a lakatba, és akkor megtörténik a feloldás. Ez szerintem szenzációs, igen, és igen, abszolút japósan aranyos. Tehát, hogy ez ilyen kis japános beütés. És hát látjátok már most, hogy valamennyire egyedi a UI. Ez a standard menü rész, egész gyors egyébként a platform, ezen a QHD kijelzőn, főleg aki nem néz belőle semmibe. És hát ugye az a lényeg, hogy itt többféle felhasználói élményt kaphatunk, ugyanis amit alul látszik két oldalt a funkcióbillentyűk között, hogy van egy 3D-sítő gombunk, virtuális gombunk. Igen, amit rányomunk, akkor ezt a képet próbálját, nem tudom kamerán mennyire semennyire. De hogy elvileg már a menü maga is 3D-sül, igen. Ezt ugye most nem tudjuk így igazán jól. És a másik? A másik pedig, hogyha belépünk a menübe és visszalépünk, ugye ki tudjuk választani. Ez a TapFlow elnevezésre hallgató UI. És mindjárt látjátok, eznek be kell töltődnie, de ez bazi jól néz ki. Igen, itt még olyan, mint hogy egy sima nagy ikonokat találhatnánk. Nagyi? Nagyi ikonokat. De ehhez képest itt jön be a 3D. Ez a labda UI, hogyha lehet így fogalmazni. Igen, ez a legjobb. Ugye oda saját shortcutokat tehetünk ki az üres helyekre, és ha elengedi a Zsolt, akkor oda úgy gördül a cucc, hogy meg is tudjak érinteni. Szóval ez egy ilyen nagy 3D-s labda, és persze ez is lehet 3D-ben, és akkor nagyon látványos, már amennyire egy ilyen kijelzőn látványos lehet. Na azért ezt mondjuk el, hogy ez egy autosztereoszkópikus, szemüveg nélkül is látható 3D-s kijelző, annak minden hátrányával és hátrányával, mert hogy előnye az azon túl, hogy elvileg 3D-s, nincs nagyon sok neki, nem. Lévén, hogy azért ez nagyon... Szóval ezt a technológiát ezt még egyrészt fejleszteni kéne, másrészt szokni, mert hogy... Ennél borzasztó is. Hogy rettenetesen zavaró tud lenni, és igen, valaki azt hitt, hogy fáj-e tőle a fej, szerintem hosszas nézés után ettől is ugyanúgy fáj a fej az embernek, mint az összes autoszteroszkópikus, de utána ezt a szót, kijelzőtől. Igen, 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 és ráadásul ugye attól függően, hogy ez egy TFT LCD panel, a betekintési szöge az ehhez mérten egészen jó, viszont a fényerejére én azt mondom, tehát ez a maximum fényerejű. Igen, az egy kicsit harmadik. Hát igen, igen, a fényben attól függően, hogy aránylag jól olvasható, de ha már azt kell mondani, akkor ez egy közepesen erős, vagy hát közepes fényerővel bíró készülék. Na, amit... kérdeztetek, hogy vissza lehet kapcsolni stock Androidra, nem, anélkül, hogy belenyúlnánk a nagyon a lelki világában, nincs rá opció, és hogyha belemegyünk a menübe, akkor is azt lássátok, hogy ez egy saját GUI, ami itt van. Egy picit már itt is érződik, hogy megpróbáltak 3D-sre venni, tehát látjátok a grafikán, hogy olyan, mintha az ikonok lebegnének a háttér fölött, és van egy kis árnyékuk. Ez nyilván, hogyha 3D nézetre kapcsolunk, akkor ez sokkal inkább látszik, és maga a gyártó, illetve a szolgáltató már úgy rakta össze az oldalra görítető menüt, hogy adott területre, vagy adott szolgáltatásokat fogott csoportba, és csak az utolsó oldalon vannak azok, amiket mi töltöttünk le. Tehát ez a, és ennek No Page Name egyébként a neve, ez a 8. oldal, tehát egy elég sok funkcióval ellátott menürendszer, de, és ezt nem tudom, gondolom, hogy te is tapasztaltad, de ugye az NDC-hez hasonlóan itt is a legtöbb funkció, ami ilyen extrának tűnik, és olyan karakterekkel valamit soha nem láttunk, ez vissza Google Play áruházra, és felkínálja a letöltést, tehát ezek alapvetően shortcutok, ha úgy tetszik. Igen, és ráadásul ugye, hogyha bele is tudunk menni, tehát telepítve van az adott szoftver, vagy applikáció a cuccra, akkor is az van, hogy kér egy ilyen hely adatot, és miután lekérte, hiába próbálnánk beállítani bármit, rögtön kiírja, hogy az adott területen nem elérhető szolgáltatás. Tehát kizárólag csak a Japcsik számára választható. És még visszamennék egy pillanatra a home screenre, ami nekem speciál nagyon tetszett, hogyha lent ezekre a pontokra, vagy ezekre a pontokra így rámegyünk. Akkor az adott oldal. Az adott oldalnak az ilyen preview képernyőben történő előnézetét az beadja a telefon. Ez kis aranyos és egyszerű megoldás, hát nyilván túl sokszor nem használja az ember, de attól még ez is egy extrának mondható. Abszolút. És ugye hát szintén a két ujjas, hogyha sikerül, a két ujjas ilyen összecsípésre megadhatjuk az oldalszámokat, ugye itt is szintén a szokásos 7 helyet, pontosabban itt több is.
létrehozható. Igen, így van. Tehát ugye nem csak elég bő a szolgáltatás kínálat. Widgetekkel hogy állunk? Hát widgetek azok többnyire stock androidok, de ezen kívül fönt van. Mindjárt nézzük. Hát igen, ott ugye megkapjuk a market, vagy óra, illetve egyéb, hát plusz applikációk. Igen, van egy-két 3D-s dolog is, tehát a 3D Capable Picture rész, meg az SH Media, a pedométer az webbe is benne van, egyébként azt is sikerült telepítenem rendesen, de vagy igen, a standard widgeteken túl azoknak az applikációknak a widgetjeit látjuk itt, amely applikációk a készülékben előre telepítésre kerültek. No, menjünk be a menübe. Mi az, amit szeretném megmutatni a felhasználóinknak? Hát ugye legelőször azt kell kiemelni, most ezt nem fogjuk részletezni, mert a tesztben úgyis leírom. Tehát ugye az alap androidos alkalmazások mind megtaláltok rajta, tehát a Gmail, e-mail, böngésző és egyéb fontos dolgok azok mind a készülékre kerültek. Külön ikonban van az óra, azon belül ugye a stopper, illetve a visszaszámláló, a térkép, tehát erről nem kell túl sokat beszélni, ez minden androidon megtalálható. Jó, egy böngetést akkor indítsunk is el talán a következő oldal. Ugye mindjárt rámegyünk egy mobilra. Ugye kétfajta beviteli mód van. Ezt így rögtön megmutatom, de a másiknak igazából túl sok értelme nincsen, legalábbis számunkra. Ugyanis az alap, ami először előjön, az egy hát ugye régi billentyűzetet imitálni próbáló klaviatúra, és hát itt ugye számos olyan krikszakszot tudunk elérni, ami számunknak nem nagyon fontos. Nem jelentőség. Inkább visszamennék az előzőre, csak hogy teljesen legyen a kép, így megmutattuk. Szóval ez az alap billentyűzet, ezen semmi különleges nincs, ez totálisan sima Android. És mindjárt ránézünk a Mobile Arena-ra. Ha sikerül, igazából elég közel vannak ezek a gombok, tehát néha félre lehet gépelni, sőt nekem már háromszor sikerült is. De ettől függetlenül a böngészés, hát most ugye messzebbi Wi-Fi-n vagyunk, de hát nyilván a mobil helyzetet az könnyen megjelenít. Viszont innentől kezdve jön a másik, ami hát folyamatos, azt kell mondani, de azért képes néha hülyeségeket érzékelni. Tehát elvileg ugye 5 ujjat tud maximum a képernyő. Tehát... Hát azért ebben van szaggatás. Van bőven. Bőven. És menjünk be ebbe a... Ne pont az adásba, mert az adáson, hanem mondjuk ebbe az anyagba. Most rákattintottam? Igen, az érzékelés egyébként a képernyőnek számomra nem tökéletes. Tehát azért én többször tapasztaltam azt. De a tördelés működik. A tördelés az működik, kétújas nagyítás szintén, ugye amint láttuk. Ez már egy kicsit akadozósabb attól függetlenül. Viszont tényleg azt lehet mondani, hogy néha, amikor görgetni szeretnénk, vagy éppen megérinteni valamit, akkor vagy máshova koppintunk, vagy pedig nem csinál semmit a készülék. Tehát valahogy nem voltam megelégedve eddig vele. Persze túl régóta azért még nem használjuk. Tehát, hogy... Jó, na és akkor hát, amit mindenképpen mutatni akartunk, hogy ugye van egy külön rész, appá, a 3D-s dolgokra, egyrészt ugye van a built-in 3D, de itt azt mondom, hogy volt egy külön oldal 3D-s cuccokkal. Vannak 3D jellegű játékok, az szó-szó, mert ez például nem játék, hanem itt csak úszkálnak a halak, és így lehet közöttük nézelődni. Van 3D galéria, 3D videólejátszó, és körülbelül ennyi, tehát hogy igazából olyan nagyon nagy egyéb dolgot nem tud ez a 3D-s történet. Igen. Nyilván a menüpont majd minden része 3D-ben nézhető, de ez az autoszteroszkopikus dolog, ez még inkább egy ilyen kicsit ilyen kivagyiság jellegű történet, tehát hogy a konkrét haszna az nem feltétlenül nyilvánul meg. Fotókat tudunk 3D-be és 2D-be is fotózni, mint ahogy a videókkal is így van. Föl fogunk tölteni majd a cikkhez 3D-s fotókat, de mindenképpen el kell mondjuk, hogy ezt csak akkor tudjátok majd megnézni, hogyha van erre alkalmas megjelenítő berendezésetek is. Mi sem fogjuk tudni nagyon megnézni csak a kijelzőn, hogy azok milyenek, úgyhogy azoknak a minőségéről nem fogunk tudni nyilatkozni, de mindenki majd megnézheti, aki tud 3D-s fotót. Viszont azt mindenképpen ki kell emelni, azt beszéltük pont Bobbal az adás előtt, hogy próbáltunk egy ilyen 3D-s képet készíteni. Igen. Viszont irtatatosan zavaró. Tehát, hogyha készüléken próbáljuk visszanézni, akkor a fotók ott tényleg ilyen sírásra adnak okot, tehát szó szerint. Mert annyira megkönnyezik tőle a szem, hogy hihetetlen, és valahogy az LG-nél azt beszéltük, hogy ez jobb megoldás volt. Tehát ott valahogy szebben kijött. Ott valahogy nem volt annyira zavaró. Itt most nagyon úgy éreztem egyébként ennél a készüléknél, hogy ez tényleg bántó
ez amit ez a technológia csinál. A beépített dolgok, ez a, például ez a halas, ezt meg is mutatjuk azért tényleg, hogy, hogy csak hogy legyen egy képetek róla, hogy miről beszélünk. Tehát ez a halas izé, ami valahol van. Még egy. Itt. Tehát például ez, a, ez az app, ami ugye 3D kijelzőre íródott, ez... Most nem nagyon fogjátok látni itt, mi nekünk is rossz innen nézni egyébként oldalról, de hogy ez annyit tud egyébként, hogy van egy ilyen stock akváriumod, és inkább annyi, hogy ez itt animális, jönnek a halak, és hogyha döntögeted, akkor arra mész, amerre döntöd, vagy ez nem is így volt, hanem nem így. Így tudsz az akváriumba menni. Ez nem nagyon jön át itt most, bár valamennyire talán átjön a videón, hogy ez abszolút 3D-s, és ez nem zavaró, tehát ez jó, ez a beépített content. De amikor arról van szó, hogy az ember a saját képeit és videóit nézi vissza, már akkor gondjaink vannak azzal, hogy ezt hogy lehet jól visszanézni. De például ez elég jó és elég látványos, és ez rendben van. Tehát amit kifejezetten erre a készülékre készítettek 3D-s tartalmat, az jó. Amit már a user csinál, ott már egyszerűen nem az igazi a dolog. Ez nyilván a kamerának is köszönhető, azt is lehet nyilván valahogy jobban fejleszteni, de hát a szoftveren is lehet úgy alakítani, hogy ezt erre képessé tesz-e. Na, mit tudunk az akkumulátorról, mert ez kérdés volt. Igen, ezt mindjárt levesszük a hátlapot, vagy megpróbáljuk levenni, mert ebben bog volt a rettenesen ügyes így elsőre. És megnézzük pontosan, hogy megmutatjuk a kamerát. Igen, egy kicsit nehéz levenni az akkumulátort. Az aksi időről még nem nagyon tudunk nyilatkozni, mert tényleg alig egy napja, vagy még annyi se fél napja. Úristen, ez 1240 milliampér. Hát srácok, ez nem fogjuk sokáig bírni, ezt azért most megmondom. Igen, ez egy gyorsan dobja majd az anyagot. Tehát ez azért az nagyon vékony, hogy most lehet, hogy Japánban mindenhol töltő van, minden utca sarkban, szemetes helyet is töltőt használnak, de hát azért ez azért csirke. Eddig még mi sem láttuk ezt pontosan, hogy mi a kapacitása, de jobb is volt eddig. Jobb volt ilyen tudatlanságban. Ideülni, nem tudunk, az nem sárvi, úgy, az 1240 milliampér, bárhogy optimalizálsz ott egy QHD kijelzővel, meg egy 1,4 GHz-es processzorral, az nagyon kemény. De nem lesz meglepő, hogy a nap végét nem bírja ki szerintünk, ugye? Hát igen, ez tényleg. Igen, amit egyébként még most így, hogy véletlenül megnyomtam a home gombot, így mindenképpen meg szeretném mutatni, az, hogy hosszú lenyomásra van feladatkezelő, tehát a home gombnak a hosszanti lenyomására is egy ilyen kis váltogató, hát kis ikonokat helyez ki, vagy előnézetet szintén. És szerintem ez is simán van 3D-s, hogyha az ember a 3D menüben van. Igen. Tehát, hogy minden UI elem az valahogy lebeg a másikon, azért, hogy neked meglegyen a 3D-s feelinged, ez azért... Azért ez annyira japán, hogy ezekre mindenhol gondolnak, hogy ha már 3D-s, akkor tényleg olyan kis édi legyen, meg olyan, ó, de jó, ez is beúszik, meg az is kiúszik. És ezen is látszik, hogy bezáródik, hogy effektes, tehát tényleg a legkisebb dolgokra is figyelj. És ezt a Gingerbread-en rakták össze, azt is tegyük hozzá, szóval annak ellenére, hogy ez egy 2.3-as Android, annak ellenére igazából majdnem, hogy hibátlan. Tehát, hogy benne vannak azok a funkciók, ez például nincs benne ugye az alap 2.3-ba. Szóval, hogy jó ez a cucc. Én nem hiszem, hogy jön rá 4.0, mert arra újra megírni ezt a felületet, az munka. Az munka, bár a japán kiszorgosok azok. De sose lehet tudni. Az biztos, hogy amit mindenképpen is jelezte is egy nézőnk a fórumban, hogy igen, tehát ez nem egy friss készülék. Május 20-ától kapható egyébként Japánban. Tehát, hogy ennek a bejelentése ez tavaly november, és idén májustól lehet kapni, azért nem is túl régi, tehát hogy azért egy olyan közepesen friss. Nyilván, hogy lehetne ennél jobb a hardware specifikációja, de igazából arra, amire kitalálták, leszámítva ugye az akkumulátort, arra, amire kitalálták, arra igazából frankó. Igen, és ráadásul olyasmit lehet olvasni, persze ez szintén nem hivatalos információ, hogy októbertől talán Európába is érkezik. Hát igen, de abban az Európában szerintem nagyon-nagyon nem fogunk beletartozni. Hát nyilván ez mindjárt fölkapcsoljuk ezt a ámpát. Kicsit az összegzés kedvéért a világosságot belecsempésszük még az életünkbe. Úgyhogy az a lényeg, hogy az árát ugye valaki kérdezte, hát sajnos ez is 600 euró fölötti áron van most itt nálunk, tehát átszámítva körülbelül annyi. Ez egy nettó ár, ugye? És ez ugye még áfa és vám nélkül terhelt ár, tehát ez egy drága valami, akár csak az NEC.
Ha a kettő közül lehetne választani, én a sárkot választanám. Nyilván egyértelmű, mint az árérték arányban is, hát az, hogy jó, azt nem lehet mondani, de hogy jobb, az biztos. Persze, hát valamihez lehet mérni. Ha az NDC-hez mérjük, akkor, akkor inkább a sárkot választanám mind a ketten, mind tudásban, mind használhatóságban, és úgy magabiztosságát tekintve, és ez tűnik a jobb vételnek. Ha valakinek okvetően 600 eurója van japán telefonok vételezésére, akkor a sárkot ajánljuk neki. Igen. De szerintem a nézőknek ez egy viszonylag szűk szegmense, ha egyáltalán van ilyen szegmens. Úgyhogy cikket azt kedre, mert hétfő augusztus 20. Ja, akkor tűzijátékot kell nézni, igen, fel kell szelni a kenyeret, el kell kísérni a koronát, el kell kísérni a Viktort. Oh, egy csomó dolog van, amit el kell csinálni augusztus 20-án, úgyhogy kedden lesz ebből írásos és fényképekkel megtámogatott anyag. Most megnézzük, hogy jött-e még esetleg bármilyen észrevétel, kérdés, gondolás, vagy panasz, vagy ilyesmi. Hogy ez 2011 májusában jelent meg, és nem idén, akkor azt lehet, hogy mi tudtuk rosszul. Köszönjük az információt. Mennyibe került ezt meg? A 600 eurót leírtuk. Az a lényeg, hogy mi lesz pénteken, nem tudjuk. Most ez a romfőzés téma, amit ugye itt valaki most pedzeget a fórumban, ez természetesen tök jó, csak hát garanciavesztéses dolgokat nem szeretnénk élőben mutogatni, mert ez nem illendő, és nem biztos, hogy az a gyártó, akinek a telefonját éppen megfőzünk itt élőben, ő utána nagyon fog minket szeretni. Esetleg egy indukciós főzőlaphoz küld majd ajándékba, ahelyett, hogy teszterméket küldene, hogy főzzünk azon a továbbiakban. Úgyhogy még nem tudjuk a pénteki témát, valamit még kitalálunk, és lesz adás természetesen, hogy kivel, miről, ez lehet írni ötleteket a fórumba, romfőzéstől mindenképpen tekintsetek el, mert azt nem tudjuk bevállalni. Van még valami, amit hozzáfűznél? Nem, majd igazából még kivesézem ezt a telefont jobban a tesztben, de igazából mindent elmondtunk, ami fontos. Hát igen, a hangminőségről nem beszéltünk még, de az igen, vételi stabilitás, talán... még nem telefonáltunk vele, de gondoljuk, ezzel nem lesz gond. Tehát azért... Meglátjuk. Sose csak, lehet tudni. Igen, csak normál szín megy bele, hogyha esetleg valakinek ez kérdés lett volna. Ezt azért elmondjuk még itt a végére. Nincs itt a mikro, ja, úgyis már kép, de... Adóflash és hátrémület összehasonlítás, na az egy nagyon szép téma. Ahhoz még szerintem nem vagyunk eléggé felkészültek. Mindegy, ezt most berekeztük itt, mert ezt nem élőben vitatjuk meg veletek, de viszont ti offline is, tehát amikor mi offline vagyok és ti online, akkor is írhatok nekünk észrevételeket, illetve javaslatokat a pénteki műsorral kapcsolatban. Most elbúcsúzunk. Most el, de van utoljára, mi megmutatjuk a hátlap nélküli lényegességet, hogy mégis a japán kis mérnökök hogy tudják ezt összerakni. Ennyi beletekintést engedünk, viszont attól függően zárszóként elmondhatjuk, hogy érdekességnek ez is jó volt. Igen, ez is szép volt. Eljutott hozzánk ez is. Ára írtó magas. Így van. Reméljük, hogy lesz még ilyen igen. Hasonló dolog, ha nem is jövő héten, de a közeljövőben. Jó, köszönjük szépen akkor a figyelmet, jó éjszakát, sziasztok! Sziasztok!